A Nolátó irodájában gyűltek össze a cég és a dr. Sattler János Alapítvány képviselői június 5-én, hogy hivatalosan is megkössék azt az együttműködési megállapodást, aminek keretében közös ösztöndíj programot indítanak. A Nolátó és a dr. Sattler János Alapítvány egy olyan ösztöndíjrendszert alakított ki, aminek keretében egy olyan gimnazista diáklányt és mentorát támogatják, aki technikai területen, elsősorban mérnöki képzésen tervezi tovább tanulását. Az eseményen elhangzott, a Nolátó is tapasztalta, hogy sokkal kevesebb lány tanul tovább műszaki területen, a programmal pedig ezen változtatnának, valamint növelnék a nők százalékos arányát a vállalati vezetők között. Ennek érdekében indítják el a Nolátó Sattler Reál Tehetség ösztöndíj programot. A támogatásból a gimnázium utolsó két év folyamán 2024 és 26 között havonta bruttó 100 000 forinttal támogatnak egy nyertes diáklányt és mentorát. Árva István elmondta, egy példamutató együttműködést indítanak most, hiszen a város egyik legnagyobb cége és alapítványa találkozott össze. Az alapítvány alapítója kiemelte, fontos a helyi középiskolák erősítése is, hiszen Moson-Magyaróvár túlélése azon múlik, hogy a helyi középiskolák színvonalát hogyan tudják megerősíteni annak érdekében, hogy a diákok nem máshol tanuljanak tovább, hanem helyben maradjanak a tehetségek, ne távolodjanak el a várostól. Sikerül kiválogatni azokat a fiatalokat, vagy akár helyben tartani ezzel az ösztöndíj rendszerrel, akik hasznosak lehetnek a cégek számára, akkor nyilvánvalóan szolgáljuk a város érdekeit, nem utolsó sorban a családok érdekeit is, és tehetséges gyermekeik itthon találják meg a számításukat. És Moson-Magyaróváron erre minden lehetőség megvan. Tehát ha itt körbenézünk, a kínálat szempontjából azt gondolom nagyon széles a skála. Az eseményen Schmidt Rezső, az alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, új modell lehet ez a támogatási forma a korábbi pályázatok mellett. Plutzer István, az alapítvány tagja elmondta, a hosszú távú együttműködés célja, hogy a tapasztalatokkal a város további cégeit is megkeressék, így reményeik szerint az ösztöndíj program bővülhet majd a jövőben. A Moson-Magyaróvári Nolátó vezérigazgató helyettese elmondta, a nők nehezebb helyzetben vannak a munkaerőpiacon, az ösztöndíjjal pedig szeretnék a lányokat arra ösztönözni, hogy próbálják ki magukat a műszaki területeken is. A program mellett pedig akár gyakorlati helyet is tudnak biztosítani, a mérnöki végzettség megszerzését követően pedig akár munkavállalóként is várják majd a nyertes diákot. Azt is szeretnénk látni, hogy az a mentor, aki támogatja a diákját, ő esetleg a saját egész osztályát is elhozza ide hozzánk. Mi nagyon szívesen megmutatjuk, hogy néz ki a modern ipar. Hogy ez nem az, ami 20-30-40 éve volt, könnyékig zsírba, olajba és rozsdába működünk. Tehát itt valami egész más van, és szeretnénk, hogyha az iparnak az imidzse változna a mai fiatalok elképzeléseibe, és jövőt látnának abba, hogy kifejezetten az iparba és kifejezetten Moson-Magyaróváron maradva képzeljék el a jövőjüket. A pályázatokat 2024. július 15-éig várják. A diáklányok és a mentorok közösen jelentkezhetnek. Az elbírálás várhatóan augusztus 15-éig megtörténik, így a következő tanévtől, tehát 2024. szeptemberétől meg is kezdődik a Nolátó Sattler Reál Tehetség Ösztöndíj Program.